Olyat lát, amit még életében soha. Miért is ír az ember? Kérdezte Göncz Árpád. Hogyha csepp folyós körülötte a világ, megszerkessze a kristályrácsát. Adta meg magának a választ, amikor megjelent öt másik drámájával együtt a Mérleg, az a darab, amelyben nemzedékének sarkalatos problémáira keresi a megoldást, és olyan a mai napig is érvényes kérdéseket feszeget, hogy mit jelent egy adott pillanatban menni vagy maradni, hány szerelem van az életben, illetve meg lehet-e szökni a sors elől. A darabot Varga Máriával és Zsótér Sándorral a nő és a férfi szerepében, Kerkai Rita rendezésében láthatják a Fehérvári Színház barátok. Csodálatos volt velük együtt dolgozni, mert elképesztő biztonságot, illetve védőhálót jelentettek nekem. És egy csodálatos színészi alakítást láthatunk tőlük, ami már azt hiszem, hogy túllép a színészeten, hogy valami olyan szinten személyes és emberi történik, hogy néha azt érzem, hogy azon túl, hogy az egyik leglelkesebb nézője vagyok ennek az előadásnak, azt érzem, hogy mint hogyha éppen abban a pillanatban történne velük minden. És hogy a 100 éve született Göncz Árpád gondolatával zárjuk keretbe a történetet, ő úgy fogalmaz, mert hogy egyazon cseppfolyós világban élünk itt 10 milliónyian. Szeretném hinni, hogy ez a magamnak megszerkesztett kristályrács talán más számára is foghatóbbá teszi, teheti a világot.